Siklik, mint a sikló. Mint a sikló. Ha mintamókus van, akkor mintasikló is. Nagyon szoktuk irigyelni a mozifilmektől azt a vajon csúsztatott kameramozgást, tudjátok, ilyen szép lassan közeledik, távolodik, oldalazódik, oldalazgat. Ez már akár házi módszerekkel is szépen megoldható, például, hogyha van egy saját terminátorunk, vagy terminátor karunk, ami egyáltalán nem remeg, és szépen motorosan el tudjuk így mozdítani a kamerát, de hát ilyen nincs mindenkinek, sőt, tudomásom szerint senkinek, úgyhogy... Miért mondtam ezt akkora hülyeség, hogy nem igaz? Plafon nem szakad le. Na mindegy. Szóval a legjobb, nem annyira házi megoldás, de már otthon is elérhető, az a slider. Már talán mobilnak nevezhető sines megoldás. Legalábbis mobilabb, mint amit általában többségében a filmeknél szoktak használni, hogy ott rendesen kiépítenek egy sínt, és ott egy kis kocsintolják az operatőrrel együtt a kamerát. De persze már ott is használnak különböző méretű mobilabb slidereket is. Azért mondtam, hogy kvázi, nem mondtam, hogy kvázi, de azért mondtam, hogy úgy nagyjából mobil ez a megoldás, mivel ugye minél nagyobbat vásárolunk, annál kevésbé fogjuk azt mondjuk kivinni a szabadba. Oké, egy méteres 120 centis slider nem olyan nagy dolog, hogy mondjuk így a ház elé ne vigyük ki, és a kertben a virágokat, vagy a parkban a virágokat ne tudjuk vele gyönyörű szép schwenkkel felvenni, de azért, hogy mindenhová magunkkal cipelünk egy méteres, vagy 120 centis, vagy másfél méteres slidert, az általában nem működőképes. Szerintem már egész biztos kitaláltátok, mire akarok kiukadni, meg látjátok is, mobil sliderek a megoldás arra, hogy meglegyen, persze csak bizonyos határok között, ez a szabadságunk, már a sliderezgetés, a mintamókus vagy mintasikló, de ne kelljen méteres cuccokat magunkkal cipelnünk. Ez, amit itt előttem láttok, ez a RatRig nevű portugál cégnek a terméke, akik ettől a mérettől egészen 120 cm-ig gyártanak a V-slider vagy V-slider sorozatban különböző kis sines megoldásokat. Ez a legkisebb ebből a szériából, de van nekik egy még kisebb is, ami hozban talán ugyanekkora, de nem ennyire vastag. Ez a 35 centi elég arra, hogy mondjuk az ilyen közelebbi dolgok mögül nagyon szépen elő tud bújni a kameránk. Ez most pont nem egy kamera, de értitek. Szóval nagyon szépen elő tud bújni mondjuk egy fa mögül, vagy virágok mögül, vagy valaminek a takarásából, és szép svenkeket tudunk csinálni. Nyilvánvalóan hosszabb utakat nem fog megtenni, mint egy filmnél akár hosszú métereket, vagy 10 métereket a felvevőnk, de nem is arra van. Viszont cserébe ezt a 35 centis cuccot, ami körülbelül 10 másodperc alatt felpakolható egy bármilyen állványra, rá a fej, és utána, hogyha nincs rá szükségünk, akkor ugyanúgy egy közepes nagy táskába el is tudjuk rejtegetni. Ez a kis cucc mindössze annyi, amit itt láttok, ennyi, amit itt kaptok, a világ leges-legegyszerűbb, ennyire fapad dobozt még életemben nem láttam, ez egy sima fehér karton doboz, amire így szépen így rányaltak egy matricát, ennyi az egész, a belsejét meg nem is nagyon akarjátok látni, éppen ezért fogom megmutatni, tehát csomagoló anyag, amivel így ki van tömve. Körülbelül ennyit kapunk, de a lényeg maga a slider, ezt ledobálom ide, 99%-ban full fémből készül, tehát minden egyes porcikája, ez a kis tologatható kocsi, de akár a gomb is, amivel ki lehet oldani, fémből van, leszámítva a kerekeket, Delrin rendszerű csapágyas kerekek, tehát itt a megfogató rendszer csak kioldja őket egy apró mozdulattal, és már is csúsztathatók. Nem lehet fokozatosan befogatni, hanem csak kioldott állapota van, és gyönyörű szép siklás, illetve befogott állapota van, és akkor nem mozdulhat el, vagy nem annyira mozdulhat el. Szóval csak a kerekek vannak műanyagból, illetve itt a két végén ez a nagyon rikító zöld ütköző, amivel kapcsolatban azért nem valami szuper megoldás, hogy ezeknek semmiféle tompítása nincs. Néha-néha ide szoktak tenni esetleg valami kis gumibakot, hogy ne legyen ütődés. Egyébként maga a slider nagyon halkan csúsztatható, köszönhetően ugye ezeknek a csapágyas Delrin kerekeknek, és 12 kilóig terhelhető, még ez a picike is. Tehát akár egy nagyobb felszerelést is rá tudunk tenni, vagyis egy nagyobb fényképezőgépet, kamerát, egy nagyobb objektívvel, és simán bírja. Nem motoros, tehát mindent kézzel kell, de ahogy már sokszor dicsértem, nagyon-nagyon finom a mozgatási lehetőség, és hogyha valakinek esetleg motoros megoldásra van szüksége, akkor ez a V-slider rendszer a RatRigtől motorizálható, vagy motorosítható, de egyéb kiegészítőt is lehet hozzá kapni, ráadásul minden porcikáját, hogyha esetleg valami elromlana, nem nagyon kér enni, tehát nem nagyon fog elromlani, de ha esetleg mégis valami gond lenne vele, akkor kicserélhető, kapható hozzá külön láb is, hogyha valaki leszeretné tenni mondjuk a földre és ott használni, nem kimondottan állványon, de ez az alaprendszer, ahogy így megvásárolod, már a kicsomagolás után azonnal használható, és nem kell hozzá használati utasítás, függetlenül attól, hogy ennek a linkjét megtaláljátok egy kis fecnin, hogy hol érhetitek el a weben. Ráadásul egy viszonylag elérhető áron kínálják mindezt, ilyen 27-28 ezer forint környékén lehet megvásárolni, ami ilyen slider szinten tudom, hogy nem a világ legolcsóbb dolga 26-27-et, 8-at kiadni, de ilyen slider szinten az olcsóbbak közé tartozik, tehát ez egy olcsó slider, mivel az olcsóbbak közé tartozik, de azt akarom ebből kihozni, hogy olcsó slider szinten viszont egy nagyon szépen összerakott csúsztató egység. Próbáltam a sliderre valami magyar nevet találni, de szerintem ez nem nagyon fog meghonosodni, hogy csúsztató egység. De ha valaki nem kimondottan a táskába akarja hordani, vagy van esetleg picivel nagyobb táskája, akkor 45 centis, 60 centis változatban is megveheti, már a 60 centis az már határeset, hogy az táskába hordható-e, de a 45 centis még nagyobbakba talán elfér. Megvásárolható ezen kívül még 80, 100 és 120 centis, tehát egészen nagy mozgást, vagy nagyobb mozgást lehetővé tévő méretben is, azok már nem annyira mobilok, viszont nem sokkal drágább, mint a 27-28 ezeres, körülbelül 37-40 ezer forintig bezárólag lehet ezeket kapni. A kiegészítők viszonylag drágák hozzá, de hogyha csak az alapszetre van szükséged, ami egyébként tökéletesen használható így magában is, akkor 28-38 ezer között megvásárolhatod. Aztán az esetleges hátrányokról, ahogy már említettem, ugye nincsenek ütközésgátlók a két végen. A 35 centink, ez nem hátrány, hanem nevezhetjük feature-nek is, tehát attól, hogy ez 35 centis, egyébként egy picit nagyobb, mert a 35 centi, az pont a sínnek a hossza, ez a két kis rikító zöld betét, vagy vége tartozék, ez már nem számít bele a 35-be. De ugyebár ez a kocsi, ez nem mozog el 35 centit, mivel a középpontja az itt van, tehát a középpontjának az ütközésétől a másik ütközéseig kell számolni, és az ugye itt körülbelül olyan 3 centi, meg itt is körülbelül 3 centi, tehát körülbelül azért 29 centi az útja. Nem lesz mindig mindenre elég. Általában közeli felvételekre, tehát hogyha valami nagyon közel van, vagy közeli takarásban van, azokra nagyon jól használható, de hogyha már méterekre, akár már egy-két, hát jó, akkor több méterre van tőlünk, nem túlságosan látványos slider effektet vagy elmozdulást fogunk kapni. De például makrózásra, hogyha egy a virágok között bukkan ki, vagy egy fa mögül bukkan ki a videókameránk, akkor arra tökéletes megoldás lehet, a 35 centi általában elég szokott mindenre lenni. A tetején egyébként a felfogató csavar az 1/4 colos csavar. Tehát ez a normál fényképezőgép felfogató, és szerintem senki sem úgy fogja használni ezt a slidert, persze lehet, hogy simán a fényképezőgépet teszi a tetejére, hanem ennek a tetejére általában állványfejet szoktak tenni, mert akkor még a fényképezőgép azon szépen külön állítható. Na most ez a platform bár eléggé nagy, ugye a 12 kilót el kell bírnia, eléggé stabilis, de nem minden állványfej fog kényelmesen használható lenni rajta, vagy lesz kényelmesen használható. Például ez a Manfrotto állványfej ugye nem arra lett kitalálva, hogy ilyen széles platform legyen alatta, tehát a kioldó gombja az már bele fog ütközni elég szerencsétlen állásba, de bármilyen állásba. Tehát ezt a kioldó gombot ezt nem lehet csak folyamatos ki- és behúzogatással elfordítgatni. Kicsit kényelmetlen. A másik, amit elkezdtem, csak nem fejeztem be, hogy egynegyedes itt a csavar, tehát közvetlenül egy fényképezőgép erre rácsavarható, de állványfej viszont nem. Úgyhogy mindenképpen, hogyha szeretnétek rajta állványfejet használni, akkor bizony ez a nagyon pici kis, amit most nem fogok tudni kézzel kicsavarni, mert benne maradt ennek az aljába. Szóval egy ilyen nagyon pici kis menet átalakítóra szükségetek lesz. De ha éppen nincsen kéznél, akkor rohadt idegesít, hogy nem tudjátok felrakni a standard állványfejeket, mert azoknak ugye 3/8-os a csavarja. Úgyhogy 1/4-ről 3/8-ra átalakító, menet átalakító kis csavarra szükségetek lesz. Ezek a hátrányai, amit eddig összeszedtem, meg az, hogy például ugye itt minden imbuszkulccsal lazítható vagy szorítható meg, de imbuszkulcsot nem adnak hozzá, úgyhogy otthon valami kis imbuszkulcs készletre azért szükséged lesz. De RatRig V-slider árához képest egy nagyszerű megoldás arra, hogy mintamókus, mintasikló mozgásokat tudjunk elérni a videó felvételeinkben. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett, hogyha így van, akkor nyomjatok egy like-ot, vagyis felfelé mutató hüvelykújat, ha pedig nem tetszett, akkor nyomjatok egy dislike-ot, vagyis lefelé mutatót. És hogyha eddig még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és nagy-nagy köszönet mindazoknak, akik a Patreonon támogatják ezt a csatornát, és akiknek a nevét itt látjátok kiírva. Köszi szépen, nektek is szép fényeket, sziasztok!